A soproni Szent Margit egyházközség csak nem 70 éves kívánsága válik most valóra, hiszen a szűkösnek bizonyuló egykori Töpler villából kialakított kápolna mögött egy mindegy 400 fős befogadó képességű templom épül. A munkálatok jelenlegi állásáról, a befejezés dátumáról és a közösségi összefogás erejéről Subka Kovács Tamás vezetőtervezőt és Bognár István plébánost kérdeztük. Az új templomterünk háromszintes lesz, van egy urna temető szintünk, ahol közel 1000 urna helyet tudunk kialakítani. Itt vagyunk most éppen a templomtérben, ami egy olyan 300 fő befogadására alkalmas, és van egy viszonylag nagy karzatunk, ami szintén 90-100 fő befogadására alkalmas, illetve hát a Juliánum kórusának az állandó helyszínéül is szolgál, és az orgonát is ott helyeztük el. A két épület rész, a régi templom villa épülete, illetve az új templom összeköttetésben áll az urnatemető szintjén. Amikor 2009-ben ide kerültem, és minden oldalról ez a kérdés feszült nekem, hogy mikor lesz már végre itt templom, akkor én ezt a kérdést még úgy ügyesen megválaszoltam, hogy most nekem nem templomot kell építeni, először ez meg kell teremteni a feltételeket, közösség, a lelki kövekből közösséget kell építenem, hogyha már lesz egy olyan igazán átütő, erős közösség, aki tényleg egységes akarattal ennek az ügynek velem együtt élére áll, akkor építjük a templomot. Egy középkori Szent Margit ábrázolás, egy gótikus ülőfülkében lévő Szent Margit ábrázolást mintázza a templom alap rajza. Ez nyilván csak a tervekről látható, és akár a fordított bárka vízióját is hozhatnánk. A föld alatti részre, amik vasbeton falakkal alakítottunk ki, borul a ragasztott fatartós fedélszerkezet, ez jelképezni a fordított bárkát. Az Árpádi Szent Margitot, a templom titulusát minden nap kérjük az ő közbenjárását, és mellett a boldog apor Vilmos püspökatyáit, aki valamiképpen előrelátó módon 45-ben nem csak a Kuruszdombon alapított egy új egyházközséget, plébániát, hanem itt a Löverekben is, és ő volt az első olyan személy, aki mondta, hogy ennek a közösségnek egy templom kell. Kábelcsatorna alatt 40 centire van a külső terepszintje. Ez azt jelenti, hogy az oltárfalnál, ugye ott ez a hátradőlő fal az az oltárfal, az oltárfalnál ez 7 méter szintkülönbséget jelent. És ha még hozzátesszük azt, hogy alattunk az altemplom szintje további 5 méter mélységben található, hát el lehet képzelni, hogy mekkora földmunkálatokat kellett elvégezni a kivitelezőnek. Augusztus 30-áig, augusztus végig a kivitelező, aki építi a templomot, átadja nekünk a terepet. Úgy néz ki egyébként minden a ütemtervek szerint halad, tehát ez a nyárvégi átadás tartható, de nyilván ez egy kvázi még egy üres templom, amiben nincsenek padok, azt be kell majd laknunk. Oltár már az is majd hamarosan készülni fog, meg sok minden más, ami egy templomhoz szükséges, a tabernákulumot is talán majd hamarosan elkezdik építeni. Erre még keresünk azért majd adományozókat és segítőket, de valóban én az a tervem, hogy azért ősszel, valamikor a ősz folyamán még egy templom szentelésre gondolni tudjunk. A jelenleg is folyamatosan épülő templomhoz továbbra is szeretettel várnak adományokat, felajánlásokat. A templomot várhatóan az ősz folyamán szenteli fel dr. Pápai Lajos, győri megyés püspök.